Sziasztok! Szeretnék újra bemutatni egy pénzkereső lehetőséget. Ez a Cash Reward, ez a neve a programnak. A Google Play áruházból simán le lehet tölteni, rákerestek. Amitán letöltöttétek, feltelepítetek, és hasonló képernyő vár benneteket is. A telefont felismeri egyből a program, és generál nektek egy ID-t. Ezt bármikor felrakjátok, még egyszer a programot leterülik, és utána felrakjátok, ugyanezt az ID-t fogja adni, szóval nem veszítettek el a pontotokat akkor, hogyha valami történik a telefonotokkal, is reszetálni kéne. Itten össze lehet szedni naponta 2 pontot, 5 nap után kapunk 60 pont bónuszt, további 5 nap után már 50 net kapunk, de ugyanúgy 2-t minden nap, szóval így tovább. Én is kiveszem a kis bónuszomat, megkaptam a 2 bónuszomat. Szuper. És megkaptam a 60 pont bónusz, meg 6 napja. Vagyis 5 napja kattingatok, most már a következő fog jönni. Rendben. Vagyis kell pénzt szerezni ebben. 3 lehetőség van itt jelenleg. Van ez, hogy összehoz egy pontot, van egy roulette kerék, amit meg kell forgani, és utána, hogyha szeretnénk, hogy dupla annyi pontot adjon, amennyit ki sorsol, szóval a 100-at pörget ki, akkor 200 pontot kapjuk, akkor rá kell kattintanunk erre a bánerre. Akkor átdob egy ilyen reklámba. Nem kell megvárni, meg betölti a reklámot, vissza lehet menni egyből. És akkor dupla olyan. Látjátok, már itt írja, hogy reward multiple 2. És ha most megpörgetem, akkor kétszer annyit kell kapjak. Bár ez lehet nulla is, és akkor nulla maga a pont. Igen, ahogy meg is történt most. 0x2 az 0, szóval nem nyertünk semmit. Mindig meg kell várni ezt a coolinget, igen, ez visszaszámol minden egyes pörgetés után, és meg kell várjuk, ameddig befejezi. Ha nem szeretnénk kettős bónuszt, akkor ide kattintunk, és akkor forgatja. Kicsit laggul a megint nem nyertünk semmit. Igen, ez van, amikor nem működik, attól függ, hogy hányszor pörgetünk egy nap, mert változik ennek a kifizetése. Mielőtt több pörgetünk egy nap, annál több a cooling. Na, nyertünk, kaptam 4 pontot, egyszeres szorzó, szóval ez 4 pont. Kattintsunk még egyszer. Még egyszer mit tudom ki most utoljára. Ezek a kérdőjelek, nem tudom mit, még sose sikerült kipörgetni. Megint adott. Egyet csoda. Láthatok, hogy az első pár örgetésnél semmit se adott. A másik lehetőség egy ilyen kaparos játékféleség. De itten már levon tőlünk 5 pontot minden kaparásnál. Így érdemes ezt a reklámot megnézni, mert ha veszítünk is, a legrosszabb esetben akkor is kevesebbet veszítünk, mint amennyit befizettünk. Ingyen meglátjátok. Oké. Na, elkezdem a kaparást. Levonta a 5 pontot, és ha mosolygós arc, akkor nyertünk. Szóval nyertem. Mennyit azt még lehet tudni, mindjárt kiderül. Így. Nyertem 4-et, és mivel kétszeres szorzó van, így 8 pontot kell kapjak. Ezzel is el lehet szórakozni egész nap. PayPal-ra fizet, 600 ponttól, nekem a 375-öm, szóval ha elértem a 600-ot, kikérhetem PayPal-ra. 1202 dollár, 5 dollár 2900 és 10 dollár 5500.
bekerüljük a PayPal akontunkat, és kikérjük Amazon gift card, amíg fizet. Más nagyon nincs mit mondanom erről a programról, de ennyi. Ja igen, annyi még, hogy itten a kezdőknek megjelenik egy olyan bank, és ha elértetek 50 pontot, és beteszitek ide, akkor 24 órával később kivettek 100 pontot, ezt érdemes megnézni. Ez meg valami 15 perces bónusz lenne. Én még sose próbáltam ki, nem jutottam oda, hogy pont abban az időben telefon közelben legyek. Beállítások, különböző beállítások. És ennyi lenne a kis program. Ja, na, itt eszembe még egy. Annak ilyen offertek, nekem még nem sikerül kitöltenem, mert rájuk kattintok, és nem dobja be a az igazi. Szóval az oldalra nem dobált rendesen, nem tudom miért. Lehet, hogy még ezt később kijavítják. Van egy másik verziója is, amit később kell, később ajánl fel nekünk a programból, hogy frissítsük. Csak ahhoz kiszedjük a beállítások fülnél a debugging, azt hiszem valami ilyesmi opciót, hogy be kell jelöljük azt, már nem emlékszek. És akkor van egy ilyen férkarúra rabló féleség is. Ott meg kell húzni a kart, beállítjátok, hogy melyikor az összeg, 1-től 10-ig lehet beállítani, mennyi kockáztatok, és akkor meghúzzátok a kart, és nyertek vagy veszítetek. A haveromnak már volt kifizetés erről az oldalról, 1 dollár. Viszonylag elég hamar megkapta, mert vasárnap kérte ő is ki, de hétfő estére megkapta. Szóval fizet biztosan az oldal. Referál kódja nincsen, ez is remélhetőleg későbbekbe változik, mert eléggé bosszantó. Próbáljátok ki, írjátok meg a véleményeteket a videó alá. Sziasztok!